Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen az újabb bátorító alkalmon. Keresztény körökben sokaknak probléma, hogy nem válaszol az Isten. Néha vannak várlások is, hogy keresem az Istennek az akaratát, szólok az Istenhez, és az Isten nem akar nekem válaszolni. És az emberekben, sokakban elégedetlenséget szül ez, és a frusztráltságot szül a szívükbe. Hallottam nemrég egy történetet, kicsikét vicces, de nekem nagyon Istenre mutatott, amikor egy férfi panaszkodik az orvosnak, hogy a felesége úgy néz ki, hogy teljesen megsiketült. És azt mondja, hogy nem akar eljönni az orvoshoz. Mondja neki az orvoshoz, hát akkor legalább mérje be, hogy milyen távolságról nem hal rendesen az asszony. Hazamegy az ember este, és lecsapja az előszobába a kulcsot, elkiabálja magát, hogy mi a vacsora, mit főztél, nagy csend. Bemegy a nagyszobába, belerúg egyet az asztalba, onnan még hangosabban kiabál, hogy mi a vacsora, megint nagy csend. Bemegy a konyhába, a felesége ott ül közönösen a konyhaasztalnál. A férfi odadugja az arcát, az asszonynak az arcát, és azt mondja, mit főztél? Az asszony megszólal, harmadszor mondtam, hogy sült húst. És amikor ezt meghallottam, az első reakció persze az volt, hogy mosolyogtam rajta egy jót, mert jó poén. Aztán az Isten rögtön mutatta. Az Ézsaiás könyvének az 59. részének az első két versét felolvasom. Azt mondja Isten igéje, Ézsaiás könyvében, nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítse, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcát előletek, és nem hallgatott meg. Hát ez jött föl bennem, és itt vagyunk az új szövetség korában, 2000-re, és tudjuk azt, hogy Isten és az ember közt ott van a bűn, ami elválassza az embert az Istentől. Azt is tudjuk, hogy 2000 évvel ezelőtt ezt az elválasztást Isten úgy szüntette meg, hogy elküldte az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust, aki beállt az Isten és az ember közé, vállalva az embernek a bűnét, ott a Golgotán. És az Isten így megbékült az emberrel. Az Isten haragja tulajdonképpen az ő fiára, az Úr Jézus Krisztusra sújtott le. Mert annyira szeret Isten az embert, hogy valamiképpen meg akarja tartani. És itt jön be az, hogy az ember, hogyha rendezte az életét, megvolt a nagy mosakodása, ha bűneivel megjelent, mert nem megy ez másképpen, egyébként csak egy élmény kereszténységem van. Valamit átéltem, és azt megint újra és újra keresem, és nagy hiányom van, mert ezt nem kaptam meg. De hogyha az én bűneimmel mentem a kereszthez, és tettem le a bűneimet az Úr Jézus Krisztusnak a lába elé, és borultam a kereszt alá, és elfogadtam az Istennek azt az áldozatát, amit én értem hozott meg ott a keresztfán, akkor én a bűneimtől megszabadultam. Hitáltal ezt el tudom fogadni. És utána minden napokban megvannak persze a magam problémái. Megvannak a magam bukásai, a magam nehézségei. Az a lencseföld, amin én harcolok, amihez néha a hitnek a kardja, a vérig a kezemhez tapad, és őrzöm azt a területet, amit az Isten rám bízott a munkahelyemen, a családomban, vagy a közvetlen környezetemben. És ezekben az embernek vannak hiányosságai. De a napi szinten a jó kapcsolat az Istennel, az, hogy én ezt ápolom, és tényleg a Szentírás olvasása nem győzi az ember elégszer hangsúlyozni, az imádság az Isten előtt, a közösség ápolása testvérekkel, a közösség ápolása, és a róla vallást tevő természet, ez egyszerűen napi szintben egy olyan pezsgést hoz az embernek az életébe, hogy a mindennapokban megvan számomra Istennek az üzenete. És értse mindenki jól, ha hallgat az Isten, az is egy üzenet. Ha nem szól semmit az Isten, az is egy üzenet valamire nézve. Az ember a szíve mélyén azért sokszor tudja azt, hogy mit kellene nekem tenni. Mindig, hát nekem a legnagyobb dolog volt ugye az, amikor az ügyeimet elvállaltam. És kaptam érte még 12 évet. És egy óriási nagy harc volt nekem ebben. Természetesen, újból mondom, ott voltam, ahol megérdemeltem, azt kaptam, ami járt nekem, a bűnei méltó büntetésekként voltam bezárva. De azért nekem ez egy óriási dilemmát okozott. De tudtam én már az első perctől fogva, amikor az Isten fölhozta ezt bennem,
Tudtam az első perctől kezdve, hogy mi a helyes döntés. De azért elkezdtem keresni erre a kibúvókat. Olyan bálámi természet volt ez. Tudta is első perctől fogva, Isten kijelentette neki. És a hívő embernek is kijelent Isten, hogy nem kell a hamisság útján járni, kell az igazság útján járni. És ha az igazság útján jár az ember, akkor szabad lesz. Tehát az, ami közte volt, Isten és ember közt, azt az új szövetség korában, a hívő ember életében az Isten megszüntette. Azáltal, bocsánat, hogy az Úr Jézus Krisztus meghalt minnyájunkért a Golgotai keresztfán. És aki ezt elfogadja, akkor ez az áldozat az övé is lesz. Aki ezt elfogadja, ez a kegyelem, ami az Istennek a szívéből kiárad, az övé is lesz. És fogja tudni azt, hogy az Isten már szól. És azért, hogyha valaki rossz helyen keresgél, nyilván hívő emberek nézik, gondolom, nagyjából ezeket a bátorításokat is, de ha valaki azért keresgél, és ha nem jó helyen keresgél, akkor nem fog találkozni az Istennel. Mert az Isten nem szól senki által ebben a világban, csak a fiú által. Régen szólt az atyák által, a proféták által, ma szól a fiú által. Az Úr Jézus Krisztus által szól. Persze lehet ezen vitatkozni, de hát nyilvánvaló, hogy a hívő ember a Biblia igazságaival nem vitatkozik. És a Bibliában az van megírva, hogy az utolsó időkben a fiú által szól az Isten. Az van megírva, hogy Isten soha senki sem látta, az egyszülött Isten, aki az atya keblén van, na ő ad kijelentést. Tőle van a kijelentés, a fiútól van a kijelentés. És ha valakiben beleköltözik a fiú, akiben a fiú abban az élet, ha valakiben megjelenik az Isten fia, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden ember számára. Ha valaki új teremtés lesz, aki Krisztusban van, az új teremtés, a régi elmúlt és ime újjá lett minden. Ha valakiben megjelenik a Szentlélek által az Istennek a fia, annak az embernek nyilvánvaló, hogy lesz kijelentése. A bűnei fölött, a rossz természete fölött, és hát nem csak a másiknak a hibáit fogja felfedezni. Miért nézett el a másik személybe a szárkát, mondja az Úr Jézus Krisztus. Vedd ki az előbb a tiédből a gerendát, aztán ma jó fogsz látni. Nagyon fontos a bűnnek a rendezése, és a bűnnek a megvallása Isten előtt. És ezek a dolgok mennek, akkor lesz kijelentés az Istennek. És az, hogy nehézségek nem szűnnek meg, betegségek nem mindig múlnak el, hogy lesz nekünk harcunk itt a földön. Meg is mondta az Úr Jézus. Elvilágon nyomorúságotok lesz. Péter azt mondja talán, sok szenvedésen keresztül kell bemenni az Isten országába. Hát nem esélyt a galopp ez. Senki ne gondolja, hogy ezen az úton nincsen tövis, ezen az úton nincsen sérülés, de egyben biztos lehet az ember. Ezen az úton a jó pásztor vezeti az övéit. És a tövist ki fogja húzni, a sérülést be fogja kötözni, vigasztalni fog, és az ő áldásával és az ő oltalmával lehet az embernek folytatni az életének az útját. Egészen a mennyország. Ott meg már majd szírről-szírről fogjuk látni, és nem lesz kérdés a kijelentés, mert szintelenül az ő jelenlétében leszünk. Ma keresi az ember a kijelentést. Miért nem szól hozzám az Isten? Háromszor mondtam, sült húst. Az Isten annyiszor mondja. Mikor mondja az Úr Jézus Krisztus, már megmondtam nektek, de nem akartok hinni. Annyi kijelentése van az írásnak, olyan feketén-fehére mondja, hogy nekünk mit kellene tenni. És amikor várakozás van, vagy amikor úgy érzem, hogy nem hallom, vagy nem jó hallom, ne felejtsük el, hogy nem az adásban van a hiba, hanem a vevőkészülékben van a hiba. Az antennának az állásában van a hiba. És mikor rendben van az Istennel az én kapcsolatom, amikor rendben van az Istennel az én kapcsolatom, akkor fogom hallani az Istennek a beszédét, és fogom hallani az Istennek a kijelentését az életemre nézve. Akár az igéből, akár az ige hirdetésből, akár a dicséreteken keresztül. Meg fogom hallani. De ehhez kell, hogy a bűneim rendezve legyenek az Istennél. Először egy nagy bűnvallásba, egy nagy összetörésbe, amikor megyek a bűneimmel az Isten elé,
azok az emberek, akikkel soha nem élték át, és keresztény köntösben vannak esetleg öltözve, azok az emberek tiltakoznak ezek ellen a kérdés. Ó, nem kezdte a fontos, meg csak a hit üdvözít, nem kell ottan a bűnöket így lerendezni, meg letenni. Hát miért halt meg az Úr Jézus a keresztfán? Miért szenvedett meg az Úr Jézus a keresztfán? Oswald Chambers mondja, távol legyen tőled az a kellemes gondolat. Az a kellemes gondolat. Hogy Isten, mint valami kis apucika, neked elnézi a bűneidet. És mint valami jóságos kis apuka, sok helyen szokás, és ezt így becézik Isten. Mert neked úgy mindent elsikál, és nem kell spontját rá. Azt mondja Oswald Chambers, hogy teljes mértékig egyetértek, és ez bibliai. Mert ez, amit az előbb mondtam, ez nem bibliai, aki így vélekedik. Az a bibliai, hogy Isten a mi nyomorúságos bűneinket csak az ő fiának, az Úr Jézus Krisztusnak a kínhaláláért, az ott a kereszten megszenvedett fájdalmaiért bocsátja meg, semmi másért. Csak a keresztre nézve. Ezért van nekünk a keresztben a mi erőnk. Semmi másért. Nehogy valaki azt gondolja ebbe a mai korban, hogy a keresztnek az ereje, meg az üzenete úgy megkopott. Hát ma is ez a központ. Ha lehet mellé beszélni. De ma is ez a központ. És ha nincs benne, akkor Isten bocsánat, meg üres fecsegés. Hát ez a lényeg. Ja, hogy a hívőknek már nem ez a lényeg, de a hívőknek is ez a lényeg. Hiszen Pál azt mondja, nekünk abban van az erő. Az egyik embernek bolondság, hülyeség. De nekünk, akik hiszünk, még ma is, 2023-ban is, Istennek az ereje. Istennek az ereje. A keresztről való beszéd Istennek az ereje. És Isten, ami bűneinket csak a fiára nézve, és azon belül is az ő szenvedésére, az ő vérére nézve, bocsátja meg nekünk. Ami mennyei atyánk, a mindenható Isten, akit nagyon sokan nagyon lazán kezelnek. Mondok én valamit. Ha van egy büntetőpered, nekem azért volt. Igyekszek rendbe szedni magamat, nem? Hát még a neve is az, hogy Isten tisztelet. Ahogy tisztelem én az Istent. Lehetek nagyon laza, de abban van. És én ezt nem is mondom, hogy valaki befeszüljön. De ha józanul, és valóban tisztelve menjek az Isten elé. Mert tudom, hogy ő Isten. Én meg tudom, hogy a bűnből és a sárból kiszakított ember vagyok. És óriási kegyelem az, hogy engem Krisztusba öltöztetett az Isten. Óriási kegyelem. Mint a múltkor a bátorítás megosztotta. Óriási kegyelem az, hogy az ilyen értéktelen rozsdás életemben megjelent a tűzben izzított arany. Óriási érték. Ez a hit. Óriási érték az, hogy kaptam az ilyen mezítelen, szégyen teljes életemre hófehér ruhát. Sokat fizetett ezért az Isten. Egy nap a fiát lemeztelenítették. Szét volt korbácsolva, úgy szegezték fel a keresztfára. Nem akarom én ezt dramatizálni, mert nem is tudjuk. Mert nem tudjuk annál mélyebben elmondani, olyan mélyen elmondani, mint amilyen nagy mélysége és nagy fájdalma és nagy szenvedése volt ennek a nagypénteknek. Nem tudjuk, mi ezt tudja elmondani. Tehát nem kell azt mondani, hogy hú, ez nagyon, nagyon dramatizál van, de őt lecsupaszították, mesztelen volt, szét volt korbácsolva, ráfeszítették arra a keresztfára, azért, hogy neked meg nekem fehér ruhám legyen. Bizony. És ma is azt mondja, hogy vegyünk szemgyógyítóírt, hogy újra lássunk. És ezzel a gyógyítóírrel jól megkenne a fülünket is, hogy halljunk. Kell a megújulás? Kell a megújulás. Akkor az emberek mondják, hogy úgy várják az éledést ebbe a világba. Hogy jön a megújulás, az éledés. Mennyire várom én ezt a saját életembe? Vagy nekem minden rendben? Nekem erre nincs szükség, nekem szükségem van. Nekem szükségem van arra, hogy az Isten minden nap megújítson az ő szeretetével. Ő adja. Nekem kell hozzámenni. És utána megtörténik az a csoda, hogy meghallom az Istent. Ő mondja, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Hát van fülünk mindnyájunknak.
és a lelkemnek a füle, hallja, hogy mit mond az Isten. Az Isten azt mondja, hogy napi szinten menjek oda az én életemmel, és az én hálaadásomon, és az én kérésem kívül, legyenek a bűneim szüntelenül feltárva az Isten előtt. Ha kell, akkor egy másik testvér jelenlétével. Hát az is meg van írva, hogy valljátok meg egymásnak. Nyilvánvalóan nagy a szívbeli bizalom, ha megyek Istenhez. De milyen az az alázat, és milyen az a szégyennek a levetkőzése, amikor egy másiknak, egy testvérnek ki tudom nyitni a szívemet, nyilván Isten előtt. Mondok én valamit, akkor nagyon komolyan gondolja az ember, hogy én ezt el akarom hagyni. Akkor azt nagyon komolyan gondolja az ember, hogy én ebből ki akarok jönni. És tudod, az Isten nem változik. Ő ma is a szíveket vizsgáló Isten. És pontosan tudja, hogy mi van bennem, és hogy mi van benned. Háromszor mondtam sült húst. Isten beszél, és Isten mondja. Nem az ő keze rövid. Nem az ő fülesüket. Istennek abszolút a hallása. És abszolút a látása. És a keze az olyan nagyon hosszú. Még a börtön mélyére is elér. Még a koldusokhoz is oda tud menni. Még a halálos ágyon is meg tudja ragadni az embernek a szívét. Milyen hosszú az Isten szíve. És milyen nagyon nagy az ő türelme. Végtelen? Egy időzzimányi traktátusnak van egy ilyen címe, hogy a határtalan kegyelem határai. A határtalan kegyelem határai. Jó józanul olvasni a Bibliába. És amikor szól az Isten, akár egy ilyen keresetlen, sokszor rosszul megfogalmazott bátorításon keresztül is, érdemes akkor a lényeget megragadva oda menni a szemetes kosárral az Istenhez, és kiborítani azt, ami bennem van, és abban az összetörésben meg fogom hallani az Isten válaszát. Fiam vagy, ma nem szedtelek téged. Szól az Isten megtéréskor. És szól a megújításkor is, olyan jó helyre állni, amikor újból helyére kerül az ember. Hát, ez azt gondolom, hogy a térdeinkkel jön létre ez a helyreállás. Ezt szeretné az Isten. A büszke, gőgös ember. Az én Völgyesi Pista testvérem mondta, megosztam ezt, mondtam neki, hogy beszéltek-e róla. Bent volt egy tanúként, egy bírósági tárgyaláson, és jöttek, fogva tartottak. Sokszor volt ebben nekem is részem, és ebben az úgynevezett medvébe voltak, hát így előre volt bilincselenek a kezük, lábuk meg volt láncolva, alig tudtak menni, és az egyik ilyen nagyon felkérdezően nézett a Pistára, hogy kihúzta magát. Pedig semmit nem tudott volna tenni. Ott a testvérem világi ember lett volna, az esetleg valami ilyen bicskanyitogatót beszólt volna neki, nem tudott volna tenni semmit ez az ember. Nem csak azért, mert meg volt kötözve, mert két fekete csuklyás őr is kísérte fegyverrel a pórázon. És azt mondta az én testvérem, és ezt is átéltem. Ilyen voltam az én szenvedélyeimmel megkötözve. Az én részegségemben, az én drogos múltamban, az én játékszenvedélyemben, az én paráznaságomban, még kihúztam magam. Még azt gondoltam, én vagyok a valaki. Közben ott voltak mellettem a parasztók. És meg volt kötve kezem lába. És csak addig a határig léphettem és mehettem, ameddig az én rabtartóm azt megengedte. És az emberek nagy többsége ezt azért nem látja, mert ebbe születik. Egy modern szó, ebbe szocializálódik, így nő fel. A társadalomban ezt látja, így jön, és ezt nem érzi. De mikor megtapasztalja azt a szabadságot, amit az Isten kínál Krisztusban, amikor az igazság szabaddá teszi, amikor a fiú szabaddá teszi, amikor tágas térre lép ki, amikor beletekint hitáltal az igén keresztül Isten országának gyönyörűségébe. Gyönyörködni tud az Isten. És az Isten is meglát valami szépet ebben a megromlott,
halál felé rohanó emberi természetben. Meglátja benne az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust. Na ez ad okot az örömre. Ez ad okot az örömre. Hát adja ezt az örömöt, és adjon jó halló fület neked is, és nekem is az Isten. Hogy amikor belépünk, akkor meghalljuk, hogy mit mond, mit kér, hova tovább, mit parancsol, vagy mivel buzdít bennünket az Isten. Az Úr Jézus nevében. Amen.